A hvg.hu szúrta ki a oktatói hálózat közleményét. Aki nem tudná, az történt, hogy amikor a megszüntette a kormány a kulturális intézmények dolgozóinak közalkalmazotti státuszát, ugyanezen a napon megszavazták azt is, hogy a soproni, az állatorvostudományi, a miskolci, a Neumann János, a Széchenyi István és a Moholy Nagy Művészeti Egyetem alapítványi rendszerben működjön tovább. Na most ebben a pillanatban ugye ezeknek az egyetemeknek az oktatóitól automatikusan elvették a közalkalmazotti státuszt, és a legújabb hírek szerint hasonló sors vár a Színház és Filmművészeti Egyetem oktatóira is. Máté András a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Segítsen nekem, milyen következményekkel jár, általános következményekkel jár ez a dolog, illetve milyen veszélyeket rejt magában ez az intézkedés? Hát egyelőre egy példánk van, ugye a Corvinus Egyetem most már egy éve alapítványi formában működik. Ezt lehetne jól is csinálni, na most a nemzetközi szakirodalomban nagyon sokat írnak erről, vannak példák, Finnországban csináltak már ilyet, hogy hasonlóképpen alapítványosítottak korábban állami egyetemeket. Egy kulcskérdés van, amit nálunk a teljesen a feje tetejére állítottak. Ugye itt kettős vezetés van, az eddigi fenntartó és az egyetem viszonya helyébe lép az alapítványi vezetés, kuratórium, board és az akadémiai vezetés viszonya, az előbbinek kell képviselnie a menedzselési, gazdasági ilyen jellegű szempontokat, az utóbbinak az akadémiai szempontokat. Na most, ahol ezt jól csinálták, ott úgy csinálták, hogy patika mérlegen mérték ki, hogy milyen legyen a hatáskör megosztás a kettő között, hogy az eddigi hatáskörökből mit kap meg az alapítvány, és mit kap meg az egyetem szenátusa, amelyik elsősorban képviseli az egyetemet. Itt a Corvinuson az történt, hogy semmiféle ilyen előzetes kiegyenlítés nem történt, szabályozás nem történt, lényegében odadobták a gyeplőt a kuratórium kezébe úgy, ahogy van, és ez annyit jelent, hogy ezután ők határozzák meg, ők csináltak új szervezeti és működési szabályzatot, ők határozzák meg, hogy mi az, amiben beleszólást engednek a szenátusnak, és mi az, amit saját hatáskörükben tartanak. És ehhez jött még egy apróság, hogy ugye az alapítónak vannak jogai, az alapító itt az állam, és az állam képviseletében az illetékes miniszter. Az alapító az egyetlen, amely csinálhat bármit is a kuratóriummal, például visszahívhatja, ha elégedetlen vele. Na most Palkovics úr azt csinálta, hogy az alapítói jogokat is átruházta a kuratóriumra. Tehát saját magát tudja visszahívni a kuratórium? Igen, ezután ez annyit jelent, hogy a következő kormányoknak az állami vagyomból létesült Corvinus Egyetem dolgaiba semmiféle beleszólásuk nem lesz, ez a kuratórium uralkodik addig, amíg a tagjai ki nem halnak, illetve hogyha valaki meghal, akkor saját maga kooptálhat újabb tagokat, és pont azt hiszem ez a lényege a dolognak, ez egy olyan mértékű teljhatalom, mondom, nagyon sokat kutatnak erről, hogy hogyan lehet az egyetemek irányításában megoldani azt a problémát, ami egy valós probléma, és amire folyton hivatkozik itt az állam, illetve különböző képviselői, hogy be kell vinni a menedzselési szempontokat az egyetemre, hogy nem működhet ilyenektől függetlenül, hogy a menedzselési és az akadémiai szempontoknak milyen legyen a viszonya, hát ez az abszolút egyszerű, a pajék egyszerű megoldás. Én és ennek megfelelően működik. Nem is vártunk mást a kormánytól. Engem igazából az érdekel, most komolyan, hogy viccet félretéve, hogy a Corvinus esetében megértem a kormány szándékait. Azt is megértem, hogy mást kommunikál, mást csinál, teljesen logikus, hogy mi a célja ott. Na de mit akar az állatorvosin, vagy a színművészetin? Hát ott az nem tudom elképzelni pontosan, hogy ez milyen előnyére szolgálna az államnak, illetve hogyha
De hogy azt viszont tudom, hogy milyen hátránnyal szolgál az oktatóknak, tehát itt inkább akkor csak az a cél, hogy ez a közalkalmazotti státusz, ez megszűnjön? Hát ez az egyik cél nyilvánvalóan, tehát hogy azt a munkajogi védettséget, amit a közalkalmazotti státusz jelent, azt megszüntessék, és ezután szabad a vásár, leépítésekre, cserékre, akármire. Ezt is a Corvinus Kuratórium már beindította, amikor a Forced Ranking nevezető módszert, ami annyit jelent, hogy automatikusan a munkavállalói állomány egynegyede fenyegetett helyzetbe kerül folyamatosan, és azért kell hajtaniuk, hogy ebből kikerüljenek. Ezt már elkezdte. Na most ez működhet, mint vállalati nyaralási módszer. Azt mondják, hogy annak is alavult már, de ahhoz én nem értek. Az biztos, hogy hát nem csak állami egyetemek vannak a világon, a világban vezető szerepet játszó amerikai egyetemek, kivéve a kaliforniai állami egyetemet, ezek alapítványi egyetemek, és tehát közalkalmazotti státusz szóba nem jön, de van egy olyan intézmény, ami mindenütt van, ez a tenyőr, a korlátlan időre való kinevezése a vezető oktatóknak, de docenseknek és professzoroknak. Ennélkül tudományos iskolákat felépíteni, oktatási műhelyeket felépíteni nem lehet, nem működik. Na most ez megszűnik, tehát úgy néz ki, a Corvinuson sem került semmi a tenyőrnek megfelelő intézmény a közalkalmazotti státusz helyébe. Ez az igazi baj. Tehát ezek is ebben közös egyébként a kulturális közművelődési dolgozókkal. Ezek az intézmények más értékrend alapján működnek, mint egy vállalat. Itt a stabilitásnak, a folyamatosságnak sokkal nagyobb szerepe van, sokkal kisebb szerepe van a pillanatnyi változó környezethez való gyors alkalmazkodásnak. Ezért van az, hogy valamiféle munkajogi stabilitásra szükség van, és ezt adta meg a közalkalmazotti státusz, úgy néz ki, hogy ez elvész. Hát más mellékcélok is vannak. Ez kis intézmények, kicsi és nagyon piacképes, tehát fizetőképes hallgatót bevonni képes intézmények esetében. Egyébként ez az alapítványi modell, azt mondják a nálam jobban hozzáértők, képes jól működni, és valószínűleg ez vonatkozik a Mohai Nagyra és az Állatorvosira. Ők mind a ketten tényleg maguk akarták ezt a fenntartói forma váltást. Más egyetemeknél ez teljes meglepetés, valószínűleg az egyetemi vezetések kommunikáltak valahogy a minisztériummal, az illetékesekkel, de az egyetemi közvéleményt, hát például a Soproni Egyetemen konkrétan tudom, hogy teljes meglepetésként érte, hogy ők ezután alapítványi egyetem. Meg tudják, hogy ők akarták, csak még arra várni kell kicsit. Igen. A színművészeti az a vezetésének, stílusának megfelelően kommunikálja az egyetemi közvéleménnyel azokat a tárgyalásokat, amik a minisztériummal pillanatnyilag folynak. Erről ki is adtak egy nagy közleményt, nagyon érdekes olvasmány. Ezek kulturált hangnemben folynak a részletekről, és nyilvánvalóan egy kultúremberek közötti tárgyalásban senki nem mondja ki azt a gyanút, ami itt fölmerül, hogy a kuratóriumban majd azok lesznek, akik szétrugni való liberális fészeknek nyilvánítják a színművész. Hát igen, mindenki azt sejti, hogy azok lesznek, de ezt egy rektor, aki ezt gondolja, vagy akármilyen egyetemi vezető, ezt nem mondhatja szemébe a miniszternek, hogy akkor erről tárgyalunk, nem. Egyszer meg kéne próbálni. De az a bajom, két nagy bajom van ezzel. Egyik az, hogy önmagában az egyetemi függetlenség, az egyetemi autonómia, mint minden autonómia, egyszerűen sértette ezt a kormányt, a veszélyt érzett bármiféle autonómiától. A másik pedig az, hogy a Palkovics úr valamiért azt hiszi, hogy ő meg tudja mondani, hogy 5 év múlva konkrétan milyen szakemberekre lesz szüksége ennek az országnak, ami hülyeség. És ez a két dolog, ez nagyon-nagyon félreviheti az egészet, úgy érzem. Hát itt közben történtek más dolgok, és amik pontosan erre, tehát a tervutasításos gazdaságnak a logikájára emlékeztetnek, meg
megvan az a stratégia, ez a fokozatváltás, a felszoktatásban a gépkocsi sebességváltó stratégia, amelyikben, hát ez ugye Palkovics úr alkotása, ebben leírta, hogy van jó verseny és van rossz verseny. A jó verseny az, hogy törjünk előre a nemzetközi rangsorokban, ami nehéz, hosszú téma, de így leegyszerűsítve, mint cél, hát nagyon durva. A másik, a rossz verseny az, hogyha itt az intézmények konkurálnak egymással, és a hallgatójelöltnek joga van válogatni abban, hogy ő egymással rokon, vagy azonos nevű szakokból mit, hol akar hallgatni. Tehát a rossz verseny az, hogyha az egyetemek konkurálnak egymással, létrejött egy iszonyatos konglomerátum, ugyanazon a napon fogadták el, amikor az egyetlen agrárfelsőoktatási intézmény a Szent István Egyetem lett Gödöllői székhelyjel, az egyik kampusz ettől nyugatra van 250 kilométerre, a másik kampusz a keletre 80 vagy 100 kilométerre, de ők az egyetlen, ők a monopólium. Ez van, így működik. Ez annak, hogy az ilyesmiket hogyan érdemes elosztani, hogy az egyetem az nem egyszerűen egy szakképző intézmény, aminek az elején a munkadarabként tekintett hallgató bemegy, és a végén kijön ki ösztergálva, mint kész szakember, aki pontosan megfelel a nemzetgazdaság szükségleteinek, nem mondjak népgazdaságot. Pedig jobb lett volna, mert hogyha ez így lenne, ahogy ön mondja, akkor a Szovjetunió lenne a legsikeresebb ország. Csak nem így volt. Hát igen, ez valahogy nem működött, és ebből jobb lenne tanulni, mint visszatérni hozzá 30 év után. De nyilván nem. Tehát az a borzasztó, hogy nem kell jós tehetség ahhoz, hogy nem előre fogunk menni az egyetemi rangsorban ezektől az intézkedésektől, hanem még annál is hátrébb, ahol most vagyunk, pedig már csúszunk azért keményen, miközben az egyetlen egyébként, nem egyetlen, vannak közepesen teljesítő egyetemeink, de ami jól teljesített, azt pedig kinyírtuk, hogy akkor itt ne legyen CEU, mert ott a gender elméletet tanítanak. Tehát, hogy még ez sem egyeztethető össze, miközben fantasztikus kormánytagjaink köszönhetik a diplomájukat többek között a CEU-nak. Tehát én nem látok egy egységes képet erről, de inkább valamiféle ilyen, tényleg ilyen nem is tudom, ilyen uralkodó dühöt, hogy minden deseperni. Miközben ugye ez azért szembe megy az ingyenes felsőoktatással is. Hát igen, a Corvinuson is beszakadt a jelentkezések száma, nyilvánvalóan a félelemtől, hogy itt azért, ha egy egyetemnek teljesen magának kell kitermelnie, például annak a költségét is, hogy az olajrészvények, amiket kaptak, hát azok most elég rosszul fialnak. Ez nem sok jóval fog kecsegtetni abban, hogy fognak működni ezek a hallgatói ösztöndíjak. Már eleve jóval keményebbek a feltételei, mint az állami egyetemeken, de ez lényegében az a mindent mi irányítsunk, és ezzel szemben áll egy látszólag nagyon autonóm forma, ez az alapítványiság. Az alapítvány az lehetne, hát a CEU is alapítványi formában működik, és minden egyéb híreszelés ellenére meglehetősen független az alapítójától. Az a rossz alapítvány. Itt bizalmi emberek vannak kinevezve a kuratóriumokba, és lényegében ennek a kormánynak, a jelenlegi kormánynak a politikai akaratát hajtják végre. Tehát valójában itt még így egy ilyen autonóm fedő külszín alatt is a teljes központosítás, amihez végtelen nagy önbizalom kell. Tényleg az, hogy tudjuk, hogy 5 év múlva mire lesz szükség, hogy az egyetem konkrét szakember szükségletre képez, ami így, ahogy van marhaság. Pontosan itt az autonómiákról van szó, amiknek az egyetemi autonómia egy ilyen példaszerű része, de hát személyes autonómia is van, a hallgatójé, a diáké, és ezekben a rangsorokban a hallgatói elég az egy nagyon fontos pontozó tényező mindig. Na most a hallgatói elégedettség, mint fogalom, itt Palkovics és Búdis urak számára nem létezik. A hallgató az munkadarab, ahogy mondtam az előbb.
De hogy a végtelen önbizalmat említette, ön talán még nálam is jobban tudja, hogy a végtelen önbizalom forrása csak a végtelen butaság lehet. Ez ennél egyel bonyolultabb. Talán. Hát az, hogy Palkovics nem buta ember, azt lehetett látni, nem arról van szó. Ez egyfajta szemellenzőség. Hát az egy fajtája. Igen, az egy fajtája. Hát egy fajtája, egy alfaja a butaságnak. De azért nem ezzel függ össze szorosan az, hogy zuhan a felsőoktatásban résztvevők száma. Nyilván biztos, hogy a Corvinus esetében ugye volt egy ilyen megfontolás, de ettől függetlenül is tragikus, tehát legalábbis általam tragikusnak ítélt az a folyamat, hogy hát így megyünk. Tényleg olyan munkaalapú társadalom leszünk, hogy itt aztán a legfelső réteg, a szakmunkás lesz hamarosan, ha így folytatódik. Hát ez katasztrofális, ez a csökkenés, de Parag úr, aki itt az igazi stratéga, és aki mondjuk nem egy Palkovicshoz hasonlítható szellemi kapacitás, az dörzsegeli a kezét, hogy végre az ország észhez tért. Na most ebben megyünk szembe minden világ tendenciával, tehát én nem akarok számokat mondani, ezeket írásban látni jobb, de katasztrofális és a világ tendenciákkal ellentétes csökkenés van, ami még ugrott egyet most az idei jelentkezésekkel. Egy picit megpróbáltak elébe menni, tehát az idei jelentkezésekben érvényesült először az a 15-ben elhatározott szigorítás, hogy a felsőoktatásban emelt szintű érettségi és nyelvvizsga kell. Ebből a nyelvvizsgát az utolsó pillanatban visszavonták, ami nyilvánvalóan egy csomó fiatalnak a negatív döntését már nem változtatta meg, mert túl későn jött. Nem vonták vissza az emelt szintű érettségét, és az egész arról szól, hogy nem vesszük tudomásul, hogy igenis minden sikeres felzárkózási történet. Ugye mindenki azt szeretné, hogy hogy Magyarország a világgazdaság félperifériájáról valahogy a centrum közelébe kerüljön. Minden sikeres felzárkózási történet, mondjuk a legjobb példa Dél-Korea meg Finnország, azzal kezdődött, hogy az oktatásba öntöttek egy csomó pénzt, és a felsőoktatásba való részvételt növelték meg nagyon jelentősen. Finnország, Európai és Dél-Korea világé lovas évtizedek óta, és ettől van nekik a sikerük. Nálunk mi az ellenkező irányba vegyünk, és ettől várunk, nem tudom mit, hogy egy sikeres összeszerelő műhely leszünk. Nem, mert pont ezt mondom, hogy a csapda, egyébként én értem a dilemmát, és értem a csapdát. A sokat hangoztatott nemzeti függetlenség pont az ellenkezőjét csináljuk, hisz éppen egyre kiszolgáltatottabbak leszünk az értelmiség leépítésével. Viszont, hogyha a világtrendeket követnénk, és nagy mennyiségű, komoly, önálló gondolkodásra képes értelmiségét képeznénk, azt meg egyszerűen nem tűri ez a kormány, mert itt azért ne legyen már annyi önálló. Tehát ez borzasztó, hogy a két dolog szemben áll, a nemzeti függetlenség záloga az a nagy mennyiségű képzett független értelmiségi, attól viszont retteg a kormány. Úgyhogy így a nemzeti függetlenségnek is ellenébe dolgozunk, és tényleg hamarosan vagy raktár leszünk, vagy én nem tudom, micsoda leszállópálya, de hogy hát azért úgy nehéz függetlenedni, hogyha a szomszédországból kell kölcsönkérnünk egy sebészt, hogy megműtsön minket. Tehát ez nem biztos, hogy ez az út. Összeszerelő műhely leszünk. Lényegében erről van szó, ami nyilván a megrendelőknek való teljes kiszolgáltatottságot jelenti. Ez egy gazdasági program, igazából már Demján Sándor ezt propagálta, akit volt miért tisztelni, de nem ezért, ez egy nagy balfogás, és most folytatja Parag, aki mondjuk nem a mint üzletember se a Demjánhoz hasonló kapacitás. Igen, csak pontosan azt mondom, hogy ez ezért, tehát ennek van egy olyan, a végén egy olyan összeomlás része, amikor már ez sem működik, ezt az összeszerelő üzemországot is valamilyen módon működtetni kell, márpedig azért elég fontos meghatározott számú értelmiség jelenléte egy országban, hogy menjen. Tehát, hogy ahhoz, hogy a vonatot azt a vonatvezető vezeti, de hogy hova vezesse, mikor, milyen pályán, ahhoz azért nem árt, hogyha valakinek van egy komolyabb képzettsége, és ennek a leépítése az azt jelenti, hogy már az összeszerelése fog működni a végén. Hát igen, persze, ez egy folyamatos
lecsúszást fog jelenteni. Ennek vannak egyébként regionális kihatásai is, tehát közben történt még valami, ami nem is jutott el lényegében a sajtóba. Az, hogy a felsőoktatás kapott egy elég nagy megszorító csomagot, amiről nem tudjuk pontosan, hogy mekkora, mert hétpecsétes titok alatt őrzik. Azt tudom, hogy ahol én nyugdíjasként még mindig dolgozom, bár már csak örömből és szívességből, az ELTE, az végül kibukott, hogy 800 millióval kutatottak meg a költségvetés. Ebből az egyetemi polgár csak annyit látott, hogy a kancellár kiadott egy nagyon dörgedelmes iratot itt nagyon kellemetlen dolgokkal a pénzügyi szigorításokról. De azt tudjuk, hogy az ELTE-nél jóval kisebb vidéki egyetemek, Szeged meg Pécs olyan 3 milliárd körüli. Mondom, összkép nincsen, mert ezt a dolgot egész egyszerűen titkolták, itt ott bukott ki egy-egy adat, egy-egy konkrétum. Hát, akkor félek, hogy a hatásával nagyon hamar találkozni fogunk. Elnézését kérem, csak elérkezett a hírek ideje. Én nagyon szépen köszönöm Máté Andrásnak, az Oktatói Hálózat tagjának, nyugdíjas docensnek, hogy a vendégünk volt. Remélem még beszélgetünk erről, mert maradt még megválaszolatlan kérdésem. Köszönöm szépen, hogy itt volt, viszont hallásra. Én is köszönöm a beszélgetést, viszont hallásra.